És nagyon köszönöm a megelőlegezett bizalmat, hogy ennyien eljöttek. Én azt hittem, hogy egyedül fogom itt tölteni a következő egy órát, de hát ezek szerint nem. Az előadás címét azt úgy találtuk ki az Orsolyával az EFI irodából, hogy rejtett izmainkról tabuk nélkül. És nagyon érdekes ez, hogy tehát eleve mi az, hogy rejtett izom, meg miért kell erről úgy beszélni, hogy miért olyan tabu ez a terület. Amikor bármilyen egészségügyi problémáról tudunk beszélni. Azért tettem föl ezt az ábrát, mert hogy úgy ősidők óta jelen van ez a köztudatban, de mindig ilyen nagyon rejtetten. Alig-alig lehet nyíltan ábrázolni, nem nagyon nevezzük nevén azokat a dolgokat, amiket ott a bugyink rejt, akár kívül, akár belül. És ez egy ugye népi ábrázolás. Mindig volt, tehát ősidők óta ezt valahogy örököltük, hogy ez ilyen. Vagy akár a népdalainkban is ez a nyisd ki rózsám kapudat. Ez ugye olyan semmi, de hát ugye ez azért egy erotikus töltetű dolog, vagy ez a búj-búj zöldág zöld levelecske, ez is. Mindegyikben van, érdemes így rákeresni ezeknek a népdaloknak a magyarázatára, vagy ott, ahol szilva van, akkor az mindig a női nemi szervet jelképezi, vagy a milyen alma kigurult az útra, van valamilyen rothat, vagy nem tudom. Nem, de abban van egy olyan, ami ilyen kicsit fura, vagy ilyen nem piros és nem egészséges, ott a megesett nő. Igen. Például. Szóval, tehát, hogy a népdalainkban is, és csak mutatom, hogy ez az ábra valójában a petefészek, és a petesejtek, és a megtermékenyíthető női belső szervek ábrázolása. És mennyire szemérmes, és mennyire jól rejtőzik. Tehát miért csodálkozunk, hogy most is így maradt, ahogy maradt, amikor ez az ősidők óta így. Itt például ezek itt férfi nemi szervek, hímzésen. Igen, és akkor itt vannak ezek is, ugye mindenki ismeri a szűrös rátétes mintát, hogy melyik mit jelent, tehát a kislányt jelenti, a életkortól függően, és a lándzsás tulipán már a terhes asszony, és itt ugye benne van a virágban a virág, amikor... Tehát, hogy mindig is átitatta a mindennapokat, meg a díszítő elemeket ez a téma, meg ez a terület, csak így örököltük. És akkor úgy örököltük, hogy amikor kicsik voltunk, vagy van kicsi gyerek a családban, ugye tanítjuk a gyerekeknek a testrészeket. Mutasd meg, hol van a szemed, mutasd meg, hol van a füled. De azt, hogy mutasd meg, hol van a puncid, hát nem sok családot hallottam, aki ezt a területet is nevén nevezné, vagy valami bármiféle más nevet adna ennek a területnek, és az olyan köztudott lenne. És hogy egy fiatal lány ezt ne szégyenkezve élné meg a saját változásait, hanem teljesen természetesen. Tehát ugye mindenkinek természetes, hogy változik a hajunk állaga. Állítólag nő folyamatosan az orrunk, a fülünk, mit tudom én, még a fogaink is rendeződnek. Tehát, hogy mindenféle a ráncokról ne is beszéljünk. Tehát, hogy változunk, és ezen a területen is változunk, csak erről nem beszélünk. És mennyivel könnyebb a fiúknak, ugye egy férfi beáll a tükörbe, és ott van minden. Tehát mindent lát. Nekünk sokkal nehezebb. Tehát annyira még a természet is úgy csinálta, hogy nagyon szemérmesen elrejtette. Tehát ha valaki ott nézelődni akar, akkor bizony kell egy kicsit akrobata módjára, meg tükörrel, meg mindennel ügyeskedni, hogy meg tudja nézni ezt a területet. És hogy mennyire eredendően bennünk van ez a szemérmesség, a gyerekkori emlékem, 5 éves lehettem, vagy... körülbelül azt hiszem. Igen, óvodás voltam, amikor egy viccet mesélgettek a fiúk az óvodában. És a vicc az volt, nem tudom, ha valaki ismeri, akkor, vagy ha mindenki ismeri, akkor nyugodtan lőjenek le. Tehát az volt a vicc, hogy Jancsi és Juliska elmennek az erdőbe, és amikor elindulnak, akkor az anyuka a lelkére köti Juliskának, hogy vigyázz, Jancsika, nehogy meglássa a bugyidat. Csak hogy ők eltévednek, és ja, ez egy női, kimondottan női előadás, örülök, hogy férfiak is jönnek. A,
és tehát eltévednek az erdőbe, és ugye ki az, aki átveszi a megoldás szerepét? Hát a nő. Juliska fölmászik a fára, megnézi a hazavezető utat, hazatalálnak, hazamennek, és otthon az anyuka már aggodalmaskodva kérdezi, hogy és hol jártatok? Hát eltévedtünk, és akkor mégis hogy találtatok haza? Fölmásztam a fára, és így megtaláltuk a hazavezető utat. Tehát nem mondtam, hogy meg ne lássa Jancsika a bugyidat. Levettem előtte. És a mai napig emlékszem arra az érzésre, amikor ezt a fiúk mesélték, hogy Úristen, hogy... És akkor meglátta a bugyi nélkül a bugyi. Te jó! Hogy, és az ősi női szemérem érzett, az úgy 5 éves korban már egy kislányban teljes mértékben benne tud lenni, és bennünk is marad. És jönnek a problémák, és mindenki küzd vele saját maga, mert nem beszélünk róla, és azt hiszük, hogy csak nekünk van ilyenünk. És ezeket szeretném most itt ezen az előadáson így felsorolni, felfejteni, megtalálni azokat a tüneteket, amiket ez a rejtett terület úgy kiabál, és azt mondja, hogy de figyelj rám, ezzel már valamit kezdeni kéne. Na akkor nézzük csak, hogy hol is van ez a terület. Mondtam, hogy a bugyink alatt. Tehát kívül belül, tehát a kismedence, és a gátizomzat lesz az, amiről a mai alkalommal én beszélni fogok. És ugye ez nem volt mindig ilyen nagyon rejtett terület, vagy ilyen nagyon kitett terület. Ugye, tehát a kezdeteknél, amikor még 4 lábasok voltunk, akkor ez a terület, ez a gáti terület, ami most ugye vízszintes, így alul zár le minket, a szeméremcsonttól az alsó farokcsigolyáig, ezt hívjuk gátizomzatnak. És amikor még 4 lábasok voltunk, akkor ugye hátulról lezárt minket, és az is függőleges volt. És aztán utána alakult ilyenni. És aztán eljutottunk oda, hogy már folyamatos ülőmunka miatt egyfolytába terheljük. Igen, és ezáltal, hogy ez az egyetlen vízszintes izom, ezért ez nagyon nagy hatásoknak van kitéve. Tehát hatunk rá fölülről, alulról, belülről, sok helyről, és ezeket fogom mindjárt felsorolni. Csak először még nézzük meg, hogy így a kismedencében milyen is a felépítésünk. Tehát, hogy néz ki a kismedencénk oldalról? Ugye itt a méhtest, a hüvely, a hólyag, a húcső és a végbél. Tehát a hüvely az egy főfal a kismedencénkben, ami alulról támasztja a méhtestet, előről a hólyagot, hátulról a végbelet. És ezért kell, hogy a hüvelyünk nagyon feszes és nagyon erős legyen, mert a saját izomzata és egy kis kötőszöveti réteg az, ami tartja a felfüggesztőkön kívül. Tehát, hogyha az ott meggyengül, akkor itt bent a rend fölborul. És akkor most megnézzük alulról is. Ugye mondtam, hogy vízszintes izom, és ez a vízszintes izom, ez haráncsikolt izom. Olyan, mint az összes többi izmunk, tehát csak akkor fejlődik, ha fejlesztjük, ha nem fejlesztjük, akkor sorvad. Tehát olyan ugye nincs, hogy egy szép nap reggelén arra ébredünk, hogy kockás lett a hasunk. Vagy ha valaki ébredt így, akkor szóljon, mert azt nagyon fogom irigyelni, aki arra ébredt. És ugyanez van ezzel a területtel is. Tehát abban az esetben, hogyha ezzel soha nem foglalkoztunk, tehát nem edzettük, tudatosan nem óvtuk, akkor persze elkezd és sorvad. Ez itt egy ilyen 8, tehát 3 rétegű izmot kell elképzelni, aminek a belső rétege, tehát itt azért nagyjából látszanak, csak azért kell némi kis anatómiai ismeret, hogy így elkülönítsük. Tehát a legbelső izom a diafragma pelvis, a medencei rekesz, azért hívják nem is izomrétegnek, hanem rekesznek, mert ez annyira stabil, vastag izomréteg, ami elől is átüt egy luk, amin a húcső és a hüvely fut át, és a végbél, a hátsó kis nyílás, ahol a végbél jön át.
és egyébként pedig borzasztóan vastagon és határozottan tartja a belső szerveinket, és itt a csípőcsontokon tapad. És azon kívül, hogy itt tapad, és ugye van a mozgató szervrendszerünk, meg a gerincünk, meg a gerincoszlop, ez pedig, tehát azért az függőleges lefutású, ez pedig így, mintha egyensúlyozna, így segít szimmetriában tartani a mi kerescsonti részünket. Biztos mindenkinek volt már olyan érzése, hogy itt leszakad és fáj, és akkor a csontkovács általában azért van, mert kimegy a szimmetriából. És akkor a masszőr vagy a csontkovács, amikor megteremti újra ezt a szimmetriát, akkor időszakosan jó vagyunk. Aztán utána megint sikerül az életmódunkkal ezt visszacsinálni. És ha ez a gátizom, ez jól meg van erősítve, akkor sokkal jobban meg tudjuk tartani ezt a szimmetriát. Azen kívül még a kapcsolata van a mély hátizmokkal a gátizomnak, és ezzel a törzset körülvevő fűzőszerű törzsizomzattal is. Tehát abban az esetben, ha itt feszesség van, akkor a tartásunk is jobb lesz. És vice versa, tehát ha ide erősítünk, akkor is nyilván valamelyest hat a gátunkra. Nézzük meg, hogy milyen életmód helyzetek azok, amelyek hatnak ennek a gátizomnak a feszességére, vagy egyáltalán ártanak, vagy használnak. Tehát mondtam, hogy vízszintes, tehát folyamatosan az állásunkkal, ülésünkkel hatunk rá. Tehát ha rossz tartással állunk vagy ülünk, tehát ez a teknőcernő tartás, amikor nyomunk, tolunk lefelé minden belső szervet, és ezt úgy is el lehet képzelni, ezt a vízszintes izmot, mintha itt stretch anyag lenne, és azt nyomogatnánk folyamatosan lefelé, aztán előbb-utóbb csak kitágul. És ugyanez a helyzet ezzel az izomréteggel is. Tehát az ülés-állás, a cipekedés például, tehát régen a kalákás építkezéseknél az építkezés végére a legtöbb nőnek, tehát amikor cipeltük a téglát, meg a sódert, meg a betont, meg a mindent, az építkezés végére tudott mélysüllyedése lenni. És most már ugye nem cipelünk betont, meg téglát, de ugyanúgy vannak fizikai munkák, és ugyanúgy cipeli vagy egy fiatal anyuka a gyerekeit, sok esetben a hisztis gyereket egész nagy súllyal, vagy a hisztis gyerek, a kismotor, meg a bevásárló szatyor. Tehát, hogy azért elég rendesen ki vagyunk téve a cipekedésnek, egy. Kettő, aki ki van kímélve és nem cipekedik, az meg csinál magának ilyen terhelést, elmegy a konditerembe és emelgeti a súlyokat. Tehát a mi gátunknak teljesen mindegy, hogy rózsaszín súlyzót emelgetünk, vagy mit tudom én, gázpalackot. Teljesen mindegy, a súly a lényeg. Ez nem azt jelenti, hogy nem szabad erősíteni, csak nem mindegy, hogy hogy. Aztán még a légzésünkkel is, tehát amikor ugye általában kamaszként minden kisgyerek a hasába veszi a levegőt, és amikor egy lány kamaszodik, akkor elkezdi egy ilyen hiúsági légzéssel a mellkasába átirányítani, tehát itt nőjön, itt meg menjen befelé. És akkor ez ugye azt mondjuk, hogy na nem az, ma most már ez micsoda. Hát ez meg az, hogy ugye amikor a tüdőn kitágul, a rekeszizom elindul lefelé, és akkor még a hasunkat befelé húzzuk, akkor hova mennek a belső szerveink? Csak lefelé tudnak nyomódni. Viszont ha megmarad a hasi légzés, és sikerül hasi légzéssel lélegezni, akkor a tüdőn kitágul belégzésnél, a rekeszizom elindul lefelé, de mivel a hasunk domborodott ki, ezért a belső szerveknek van helye. Nem mondom, hogy ez olyan óriási nagy hatás, de egész életünkben minden levegővételnél egy pici. Aztán ugye félig meddig már a sportot említettem, tehát a nagy rázkódások, ugrabugrálások, trambulin, gumikötél, stb. Tehát ezek minden egyes ilyennél a belső szerveink is így csinálnak. És a kötőszövetes felfüggesztő szalagok bizony így kinyúlnak. És ilyenkor elég arra gondolni, hogy a női mell is meg tud ereszkedni.
És arra azért már próbálunk vigyázni, tehát nagyon, nagyon sokan, akinek normális méretű cicie van, azért azt tudja, hogy, hogy a egy-egy szögdelésnél, hogy lenki, a, és ugye azt is kötőszövetek tartják. És azt tudjuk, meg látható, hogy megereszkedik, de a hasüregünkben nem látjuk, hogy hogy ereszkednek meg ugyanígy ezek a kötőszövetes szalagok, amiket csak egyszer lehet kinyújtani. Utána már nem lehet vele, tehát nincs olyan szer, akár a mell magasállású tételére sem, hogy tehát kelhetjük bármivel, az a kötőszövetes szalag, ha kinyúlt, akkor kinyúlt. Tehát a megelőzés fontos ebben nagyon. Aztán ugye a köhögések, amikor az elhúzódó, mondjuk allergiás tüsszentések, az biztos érzett már mindenki olyat, hogy a sok-sok tüsszentés vagy nagyon sok köhögés után elkezd fájni a hasa. Azért fáj a hasunk, mert köhögéskor, tüsszentéskor nagyon tehát ez a rászkódás ugyanúgy ott bent például a méhet így rászkódtatja. És a méhtartó szalagok a hashártyán tapadnak, tehát ez az, ami fáj. Tehát jó lenne, hogyha lengéscsillapítással tanulnánk meg tüsszenteni, meg köhögni. Ez is egyébként az intim torna tanfolyam része. Aztán ugye mondtam, hogy haráncsíkolt izom, agát izom, de annak egy alfaja a mimikai izom. És azt is mondtam, hogy hátul lezárt minket, az arcunk meg elől zárt le minket. Tehát az arcunk meg a gátunk az rokon terület, tehát a gátunkon is mimikai izmok vannak, ott is megjelenik a fáradtság, a depresszió, a tragédiák, vagy ilyen nehéz élethelyzetek következtében az érzelmek oda kivetülnek gyengességi tünet képében. És csak hogy az összehasonlítást mondjam, ugye az arcunkon az érzelmeink jól kifejeződnek, és pedig sokszor vágunk jó pofát. Tehát nem sírunk annyiszor, ahányszor szeretnénk, meg nem is röhögünk annyit, amennyit szeretnénk. És mégis megjelennek a ráncok. Én csak azért hordok, hogy legyen mit szemléltetni. Tehát, hogy... És minden ilyen helyzetben, ugye a kötőszövetek szorított helyzetbe kerülnek, a tápanyagoxigén ellátásuk egy romlik, tehát ezek sorvadásos jelek, ezek a mély ráncok. Most ez nem azt jelenti, hogy a gátunk is hogy ráncosodik, hanem ott is a szorítottsági helyzet következtében gyengeség következik be, és így izomgyengeségi tüneteket lehet tapasztalni annak, sokszor, ha valamilyen családi tragédia történt, vagy egy depressziós időszak után előfordul, hogy ilyen gyengeségi tünettel is meg kell küzdeni. Aztán az ürítési szokások, az is számít, tehát azt mindenki tudja, hogy aki mondjuk szorulásos, annak gyakrabban van aranyere. Tehát minden lefelé irányuló, toló, nyomó, préselő mozdulat a gátunkra is hatással van. Aztán a gáti érvédelem, hát azt is jól lefelé tartom a kezem, akkor kidagadnak az erek. És ha kicsit fölemelem, így a vállam fölé, vagy a szív magasság fölé, akkor pár másodperc alatt vissza simul. Ugyanez a helyzet itt is. Tehát a gáton is meg lehet előzni, akár a hüvelyi viszér, a szemérem tájéki viszér, vagy tágulatok, vagy az aranyér kialakulását. Tehát erre is vannak nagyon jó praktikák. Ugye mondtam, hogy fölülről hogy hatunk, alulról hatunk ugye azzal, hogy egész nap ülünk rajta, de még belülről is. Ugye itt, ahogy látom, már sokan vannak, akiket már nem érint a téma, de érintheti a lányát vagy az unokáját a betét tampon dilemma. Tehát akkor, amikor egy fiatal lány vagy fiatal nő tampont használ, akkor a tampon úgy marad a hüvelyben, ugye nincs benne se cipzár, se patent, tehát ráfeszül a hüvelyfalra. És ugyanezt történik, hogy elnyomja a vérkeringést. Tehát a hüvelybe menet gyengeségét tudja okozni, hogyha valaki rendszeres tampon használó.
Úgyhogy én tudom, hogy ilyenkor az szokott lenni a válasz, hogy de milyen vacakok a betétek. Azt gondolom, hogy lehet jó betétet kapni. Van olyan, aki azt mondja, hogy mert a környezetvédelem, meg mennyi szemét, stb. Létezik olyan, ami komposzton elbomlik, és amiben van egy ilyen turmalinos törmelékréteg, aminek fertőtlenítő hatása van. Ezek az anionos betétek, amiknek tehát jó a tapasztalat vele hosszú távon, és nem büdösödik, és sok esetben még a menstruációs görcsöknél is segít. Honnan lehet tudni, hogy már nem olyan nagyon erős a gátunk, mint amivel születtünk, az a tónus. Mert ugye egy kislánynál nagyon, nagyon ritka az, hogy vizeletvesztéses tünetet, vagy bármilyen gyengeségi tünetet észlelnénk, és aztán meg úgy észrevétlenül gyűlnek a tünetek. És ezeket a tüneteket szeretném most felsorolni. Tehát az elsődleges, csak izom gyengeséges tünetek, hogy a hüvely már nem tart olyan nagyon jól. Hogy stresszinkontinencia, hogy anális gyengeség aranyér. Na most ezeket így kifejtem, mert ez így nagyon-nagyon szűkös és nagyon tőmondatos. Tehát kezdjük a végbélnél. Ugye a kötőszövetes gyengeség az aranyér, a magyar lakosság fele szenved tőle. Itt elsősorban a vérellátást kell jól megoldani, megelőzni ebben a viszér tágulatban a vérbőség föltorulását, tehát minél inkább rendezni kell a szorulásos helyzeteket, tehát minden lefelé irányuló, nyomótoló, préselő mozdulat az aranyérre nincs jó hatással. Az intim torna gyakorlatok nagyon sokat segítenek akár abban, hogy ne legyen tünete, tehát hogy elkezdjen visszahúzódni, és teljes megoldást is tudtunk már elérni több esetben. A prostata probléma a férfiaknál elsősorban az két dolog miatt jelentkezik, az egyik azért, mert nagyon rossz ott a vérellátás, és főleg, hogyha valaki ülő munkát végez, vagy nagyon sokat ül autóban, akkor vagy rossz a tartása, vagy olyan sportot választott, vagy nem is tudom, még mit soroljak föl, akkor olyan mértékben nyomja össze, bicikli például, hogy ott meg tapadnak a kórokozók. Tehát ez az egyik, ami problémát okozhat, a másik az, hogy a hormonális, tehát valami miatt lecsökken a tesztoszteron termelés, és vagy ösztrogén hatás éri, vagy egyszerűen csak a szervezetében lévő ösztrogén-tesztoszteron egyensúly megborul, a tesztoszteron dihidrotesztoszteronná alakul, és ennek a következménye szokott lenni például a prostata jóindulatú megnagyobbodása. Tehát annak van egy ilyen hormonális háttere vagy oka. És aztán még ugye mi a férfi, egyetlen férfi kedvéért még azért hozzáteszem, a prostata a férfi önérzet szerve, tehát pszichésen is nagyon, tehát nagyon-nagyon sok olyan férfi tanítványom van, aki akkor került hozzám prostata problémával, amikor valami válás, párkapcsolati krízis, stb. Akkor áttérünk az anális gyengeségre, amit úgy is szok, tehát mit is szoktak mondani, ez a hopp, elszárt egy galamb például, tehát amikor nehezebb tartani a szelet vagy a hasmenést, vagy amit Fábri szokott mondani, hogy vonalkódos habsejem alsó. Tehát amikor székletürítés után megfelelő tisztálkodás ellenére is szennyeződik az alsó nemű. És ezt fiatal lányok is szokták tapasztalni, tangabugyi esetén ezt nagyon jól észlelik. És akkor először csak egy-egy ilyen, tényleg ilyen hopp elszállt egy galamb, aztán már a széklet tartása is lett. Tehát ilyen szépen fokozatosan alakul és súlyosbodik a tünet. Vagina tónusának csökkenése, hát a hüvelyünkről nagyon kevés az információ. Szörnyű lenne szülni, ha az ott tele lenne érző idegvégződéssel. Tehát igazából, ha én most azt kérdezném, hogy mindenki mondja meg, hogy egy 10-es skálán milyen erősségű az ő hüveje, vagy most milyen állapotban van a mészája, nyitva, zárva, elnyomható, vagy milyen, akkor én itt napestig imádkozhatnék, akkor se tudna rá senki választ adni, mert hát egyrészt mihez képest, másrészt meg nem tudjuk.
Viszont tud adni egy jelzést, igaz, hogy csak a hüvelybe menet gyengeségére, az, hogy gyertyaállásba vagy fejenállásba, tehát ilyen fordított helyzetbe, ha valaki fölmegy, és levegő megy a hüvelyébe, az egy hanggal távozik. Tehát ez egy jele a hüvelybe menet gyengeségének. Másik jele lehet az, hogy ülőfürdőből vagy uszodából kijövünk a vízből, és valami folyik. És érdekes módon az egyetemistáim azt hitték, hogy ez vizeletvesztéses tünet, hogy úristen, nekik ez tena. Hát nem. Hanem a hüvelybe bejutott víz, tehát egy jól záró hüvely, se vizet, se levegőt nem enged be. És még ugyanez a tünet szerelmeskedéskor is jelentkezhet. Stresszinkontinencia. A stresszinkontinencia az nem azért hívják így, mert stresszesek vagyunk, vagy mert hülye a főnök, vagy mert költözünk, és sok a tennivaló, hanem azért, mert a köhögés, tüsszentés, nevetés hatására a hasüregben megnő a nyomás, a hólyagban is megnő a nyomás, és ez a kis 4 centis egyenes húgycsövünk ezt nem tudja ellentartani. Leggyakoribb jelzése ez a... Mindenki látott már ilyet. Senkivel nem történt meg, mindenki látta. A nagyon, nagyon rossz a statisztikája, tehát a 18 éveseknél már végeztek felmérést, és a 18 éves kislányoknak a fele már egyszer-egyszer tapasztalt ilyet. Például ez a ne nevettes, mert bepisilek, vagy trambulinon ugrál, aztán már nem ugrál, mert úgy érzi, hogy hú, ez már neki nem jó, meg olyan, mintha pisilni kellene. Tehát, tehát ez a 18 éveseknek a fele. A 18%-uk ezt rendszeresen megtapasztalja. Egyszer szült nők 36%-a, kétszer szültek 53, háromszor szültek 76, és aki túl van a változókoron, 80%-ban érintett. Tehát aki túl van a változókoron és nem érintett, az oltári mázlista. Tehát az ebbe a 20%-ba tartozik. És ugye nagyon-nagyon jó betétek vannak meg pelenkák, tehát mi nők hozzá vagyunk szokva, hogy egy hónapban egyszer úgy is teszünk valamit a bugyinkba, tehát nem olyan nagy ügy. És akkor az ember úgy maradt, tehát nagyon sok ismerősöm a biztonság kedvéért mindig használ tisztasági betétet, mert azért biztos, ami ziher. És aztán egyre, tehát utána már, ha egy kicsit nagyobb kell, akkor vesz egy kicsit nagyobbat. Hát nem ügy. Tehát ilyen szép fokozatosan hozzá tudunk szokni. És jobbnál jobb pelusok vannak, tehát már van olyan, amelyik 1 litert is meg tud tartani. És nagyon jó, hogy van ilyen, mert van, akinek erre szüksége van, tehát baleset után, műtét után, stb. De azt gondolom, hogy aki aktív, két lábon járó, és még nő, a nőnek is akarja magát érezni, akkor az inkább izommal tartsa már meg. Tehát, ha választhatunk. És ha kétféle reklám van így a fejembe, ami erre vonatkozik, az egyik az időseknek volt, amikor ilyen 60 pluszos asszonyok nagyon jó karban, tengerparton, napsütésben, lipiti-lipiti, és jönnek a hódolók, a gavallérok, öreg urak, és mennek szépen ott a naplementében. És akkor az ember tovább gondolja, hogy hát akkor ők most bemennek a szállodába, ágyjelenet következik. Tehát először kikapja, mert hogy az a lényeg, hogy azért boldogok, mert van pelusuk. Tehát nincs gond a vizeletvesztéses tünettel, igen. És akkor bemennek, kikapják a pelust, és bebújnak az ágyba. Hát ez nem olyan nagyon emeli a női önérzetet, vagy erősíti. Aztán láttam ilyet, nem olyan nagyon régi reklám, 30 nem múlhatott el az a gyönyörűséges fiatal nő, üldögél a parkba, és egy nagyon jó pasi nézegeti. És a fiatal nőnek megy a belső monológ, hogy nem tudom, hogy mit lát rajtam, de hogy az ultravékony tenalédi vizeletfelfogó betétemet nem, az biztos. Tehát gyakorlatilag 30 éves korban legalizáljuk azt, hogy már nyugodtan be lehet pisilni, hát szuper betétek vannak. Na most erre gondolom azt, hogy nem. Tehát, hogy ne.
Ez magától nem múlik el, magától nem lesz ott jó, erős izom. És abban az esetben, hogyha ezekkel a tünetekkel, ezek elsődleges tünetek voltak, amiket most felsoroltam, tehát ezek tényleg csak izomgyengeség. És abban az esetben, ha ezzel nem foglalkozunk, hát akkor tovább gyengül. És ahogy mutattam, tehát ha meggyengül a hüvely, és nem tudja megtámasztani a méhtestet, akkor a méh itt elkezd belecsúszni a hüvelycsatornába, és létrejön a méhsüllyedés. Egészen addig méhsüllyedés, amíg itt benn marad, és onnan már mély előreesés, amikor ki is bújik. Aztán meg tud a hüvely melső fala gyengülni, amikor a hólyag billen be, és itt megtörik a húcső hólyagszög, és ahogy bebillen a hólyag, akkor idővel a gravitáció meg erre a területre való nyomás következtében a hüvelyfal így kiboltosul, és itt megjelenik a szeméremlésbe. Ezt nevezik úgy, hogy hólyagsérv, igen, vagy cisztokele. Tehát ha valakinek ilyen diagnózis van az ambuláns lapján a nőgyógyászati vizsgálat után, bizony van olyan, hogy ezt nem részletezi a nőgyógyász, de akkor ez bizony ezt jelenti. Ugyanez a hátsó hüvelyfalon is meg tud történni, amikor a hátsó hüvelyfal gyengül meg, a végbél az, amiben domborodik, és ott is ugyanúgy kiboltosul, és megjelenik, ezt tojáskának szokták kedvesen nevezni a nőgyógyászok, hogy itt a szeméremlésben egy ilyen kis tojáska, vagyis a hüvelyfal jelenik meg. Ez pedig a rektokele, a végbélsérv. Tehát ezek már erősebb izomgyengességre utaló tünetek, de még ezeket is lehet önrehabilitálni. És akkor ugye, ha ott járunk, hogy még semmi probléma, akkor van az a kategória, hogy megelőzés. Milyen eseteknél, tehát melyek azok a pontok egy nő életében, amikor érdemes ezzel a dologgal foglalkozni? Hát a legelső, amikor a várandóságra készülünk, bár én már a 8-os kislányoknak is szoktam tartani ilyen első kurzust, amikor ilyen testi önismerettel foglalkozunk, és egy ilyen előkészítés arra, hogy felismerjék a tüneteiket, és felismerjék azt, hogy mikor mi a teendő. Tehát a várandóságra, szülésre való felkészülés, abban az esetben, hogyha egy kislány menstruál, és ezt nem jól éli meg, tehát folyamatosan görcsökkel, rosszul létekkel, a menopauzára való felkészüléskor, tehát amikor a változókori, ezt most tényleg rengeteg reklám szól erről, hogy mennyi mindent tud okozni az a fránya menopauza, és az a klimax, és azt gondolom, hogy ha valaki ezt tudatosan kezeli, nem kell ilyen borzasztóan megélni. Nagyon fontos lenne, hogy ha valaki egy ilyen nőgyógyászati, urológiai vagy proktológiai műtétre készül, ha előtte megerősítené az izomzatát, és az izomkötőszövet arányt javítani tudná, akkor egyrészt a műtét hatékonyabb lenne, meg simább is, mert sokkal jobban lehet elvégezni az operációt egy rugalmas szöveten, mint egy ilyen nagyon nyúlékonyan. És hát ugye, ha az eddig felsoroltak, tehát az előbb az izomgyengeséges tünetek kapcsán, hogyha ott javulást szeretnénk elérni, akkor bizony szintén munkát kell belefektetni. Ugye a rehabilitáció, amikor szülés után valamilyen gyengeség következett be, nem tudom, hogy van-e olyan fiatal nő, vagy nem fiatal nő, aki visszaemlékszik a szülése után, hogy érezte magát, és mennyire érezte ezen a területen fitnek és erősnek, mondjuk szülés után. Ebben nagyon sokat tud segíteni a gátizomtorna. Ugye a tünetek megszüntetése, igen, és az minden életkorban az inkontinencia, tehát a statisztika szerint a stressz inkontinens tüneteknél, tehát amikor izomgyengesség az oka a
a vizeletvesztésnek 95%-ban sikeres a tünetek enyhítése, vagy akár a megszüntetése. Itt is az előadás előtt beszélgettem a folyosón, és szóba került ez, hogy valaki elzárogatja a vizeletsugarat, mert ezt olvasta, ezt látta a női újságokban, hogy ez erősíti a gátat, hogy pisilés közben elzárogatom, és akkor az erősít. Valóban a Kegel gyakorlatok rávezető gyakorlata ez volt. De azóta már urodinámiás műszerrel az urológiákon ki tudják mérni, hogy aki ezt rendszeresen végzi, ezt a vizelet elzárogatást, nem tud teljesen kűrülni a hólyagja, hanem marad pangó vizelet benne, és akkor az, hogy egy idő után olyan lesz, mint a boiler vagy a teafőző edény, hogy kiüledékesedik. Hát nem vízkő lesz, de egy ilyen üledék. Egyrészt kisebb lesz a befogadó képessége a hólyagnak, és esetleg éjszaka is emiatt ki kell menni pisilni. Másrészt pedig az itt lévő üledékben el tudnak szaporodni a baktériumok, és akkor hólyagkurut vagy mindenféle fertőzés keletkezhet. Ez az egyik. A másik pedig a pisilésben van egy stresszoldó funkció. Tehát ez a kisgyerek ugye úgy pisil, hogy beleborzong, olyan jól esett neki a pisilés. És ezt kellene nekünk is visszahozni, mert ez egy stresszoldó funkció. Tehát egy laza elengedettséggel pisilünk, akkor ez mindenképpen jó hatással van ránk. Viszont ha közben szorítgatunk, és úristen, csak kétszer sikerült, vagy csak háromszor sikerült, akkor megfosztjuk magunkat ettől a jó érzéstől, ettől a stresszoldó kis praktikától. Tehát nem ez a megoldás, hogy elzárogatjuk a vizeletsugarat. Aztán nem nagyon jók a hüvelybe helyezhető súlyok. Tudom, hogy vannak ilyen gésagolyók, meg hüvelysúlyok, amiket erre a célra propagálnak, csak hogy ugye az is ugyanúgy, mint a tampon, rányom a hüvelyfalra. És ameddig ez az eszköz oda fölhelyeződött a hüvelybe, onnan lefelé rosszabb lesz a vérellátás, tehát ez is a hüvelybemenetet tudja gyengíteni. És ugye még szokott lenni azt, hogy azért jó az intim torna, mert lehet buszmegállóban is végezni. Na most, hát, ja, ugye csak akkor, tehát csak akkor fejlődik egy izom, ha azt fejlesztjük. Tehát ha eljuttatjuk a teljesítő képessége határáig, tehát csak akkor. Most az, hogy így csinálok, nem fog megnőni a bicepszem. Meg hányszor emelünk egyet-egyet, tehát virágot locsolunk, és visszük a locsolókannát, és mit tudom én, liszt 1 kiló, cukor 1 kiló, stb. Felfoghatnánk súlyzónak is, de nem fog tőle fejlődni az izomzatunk. Csak akkor, hogyha szakszerűen a teljesítő képességünk határáig visszük az izomfeszüléseket. És ezt, hát igazából mondhatják, hogy ezt is meg lehet csinálni buszmegállóban. Mert hát miért ne? Csak hogy, ha álló helyzetben végzi valaki ezeket a nagy erejű gyakorlatokat, akkor az erekben vérbőség keletkezik, és nem tud elvezetődni. Tehát nagy az esélye annak, hogy valamilyen altesti viszértágulatot hozunk létre. Úgyhogy jobb ezt inkább otthon, és nem a buszmegállóban végezni. Az én módszerem az a funkcionális intim tréning, ami ahogy mondtam az előadás kezdetén, hogy azt a tényt használom, hogy a mozgató szervrendszerrel is kapcsolatban van a gátizom. Tehát nem csak arra korlátozódik a gát erősítése, hogy napi 10 percben elvégezzük a házi feladatot, hanem azt szeretném, hogyha a mozgás, mindenkinek a mozgását, a napi munkatevékenységét, vagy akár a sportmozgását is áthatná ez a fajta tónusban levés, amit megtanulunk a tanfolyamon. És ettől funkcionális, hogy nem csak napi 10 perc, hanem megpróbálni itt megtartani ezzel az alsó hasizommal a belső szerveket a helyén, és már lehet nálam így is ilyen teknőcernő módjára, de nem, tehát ez
a tartásunkban is benne kell, hogy legyen. Meg is beszéltük már, hogy lenne helyszín és időpont. Itt van a képernyőn, tehát február, tehát 3 szombat délelőtt, 9-től 1-ig, ha 12 fő összegyűlik, akkor jövök szívesen, mert én Veszprémből járok, a Tamási Áron Művelődési Központban.